sportosat. Irodónk vendége Kocsis Edina, VB és EB érmes tekvandósunk. Szervusz, üdvözöllek! Szia! Mert ugye most már nem is vagy igazából köztes állapotban, most már végülis visszavonultál, tehát most már azt lehet mondani, ugye, hogy Kocsis Edina az egykori VB és EB érmes, a magyar tekvandó válogatott egyik edzője? Hát még nem. Reméljük majd hamarosan, igen. De ez a cél? Hát az egyik, igen. Jó, végével kezdtük. Az eleje ugye úgy szólna, hogy az elmúlt 20 év, hanem ha azt nézzük, hogy tisztán, ha magyart vesszük alapul, ki a magyar, akkor azt lehet mondani, hogy az Magyarország eddigi legeredményesebb tekvandósa, Kocsis Edina, visszavonult. Úgy vonultál vissza, hogy végül nem sikerült megmérettetted az olimpián. Felnőtteknél van egy világbajnoki bronzérmed, van egy EB ezüstérmed, olimpiáról nincs, hiszen nem tudtál kijutni. Az, aki évek óta nyomon követi a Dino sporthíradót, az azért már találkozott azzal a problémával, ami szerintem végül is ugye hozzájárult ahhoz, hogy Kocsis Edina még ilyen fiatalon bedobja a törülközőt. Volt egy nagy hullámvölgy. Volt, igen. És abból nem igazából tudtál kijönni. Mi kívülről így látjuk, de most itt vagy, és elmondod, hogy valójában mi is győzött meg téged arról, hogy neked a jelenleg a legeredményesebb magyar tekvandósunk visszavonuljon. Olimpiai kvalifikáció nem sikerült, ugye 2016. januárjában. Tehát azóta nem sikerült úgy visszazárkóznom, vagy olyan eredményeket elérnem, amit szerettem volna, vagy ami előtte ugye folyamatosan sikerült. Lehet, hogy ez volt az, ami tényleg így úgymond a földhöz vágott. Én pedig mindig mindent megpróbáltam, tehát mindig újabb motivációval, újabb dolgokkal álltunk elő, de végül nem sikerült. Ez hozzájárult az is, hogy folyamatosan elkezdtem már beteg lenni. Lehet, hogy ez a lelki dolgokból jött ki, hogy tényleg 2-3 hetente megbetegedtem, akkor elkezdtek jönni a sérülések, amik eddig nem voltak. Jó, nem olyan nagy sérülések, de nekem egyáltalán nem volt. És lehet, hogy ez is mind olyan jel, hogy elég volt a szervezetemnek. Ennyire megviselt, hogy nem is került kijutnod a riói olimpiára? Igen, mert én az előtte lévő évben lettem ugye a világbajnokságon harmadik, és igazából mindenki elvárta, hogy, de nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagyon sok edző mondta, hogy biztos ki fogok jutni, tudja, hogy sikerülni fog most már a kvalifikáció, és már szinte én is elhittem, hogy sikerülni fog. És lehet, hogy ez volt az, ami ilyen nagy törést okozhatott. Meg a karriered úgymond szépen ívelt fölfelé. Ugye U21-es Európa-bajnokság, ugye? Megvan. Igen. Junior EB ezüst. Tehát minden korosztályban, ami már úgymond egy számít, már ott voltál a dobogón. Igen. Aztán a felnőtteknél is EB, VB-re. Tudom, ez nagyon balga kérdés, hogy miért nem sikerült az olimpiára kijutni, de hát ha azt vesszük, amit például itt éppen a Patakfalvi utca ecsetel, hogy majdnem több mint 1000 vannak, csak az ő súlycsoportjában, akik ki akarnak ütni az olimpiára. Nyilván sokan szeretnének, persze. Jó, de nincs még egy ilyen sportág. Nincs. Nagyon, tehát hogy nálunk kifejezetten
nagyon-nagyon nehéz. Tudom, hogy mindenhol nehéz, de egy ilyen sport, ami most már, ugye van egy olyan rendszerünk, hogy pontok alapján lehet kijutni, ami egyelőre én úgy gondolom, hogy nekünk magyaroknak még nem annyira kedvező, mert akkor tényleg össze lehet szedni egy év alatt azt a maximum 40 pontot, amit ezekről a világranglista versenyekről ugye össze lehet, de az még mindig kevés ahhoz, hogy valaki odaérjen. Ahhoz folyamatosan az összes soron következő Európa-bajnokságon és világbajnokságon a dobogón kell végezni, sőt első kettőben, leginkább első helyen kell végezni, és akkor nem beszélek még arról, hogy a Grand Prix-en folyamatosan érmesnek kell, hogy legyen az ember, ahhoz, hogy egyáltalán oda kerüljön az első hatba. Tehát, hogy nagyon nehéz a pontok alapján kijutni. Pont azért, mert tényleg ennyien vannak. Igen, egy mert súlycsoport, sokan vannak, ez hihetetlen. Sokan vannak, és... De ez nem sokan vannak, mert tudod, sokan azt szokták mondani, egy súlycsoportban van 40 induló. Már azt mondják, hogy sokan vannak. De attól függ, milyen versenyen, de igen. Most vegyük az, hogy olimpiára ki akarnak ütni, tehát de nem ezren, vagy 1500-an. Nem, mert ugye, nem. Ugye több súlycsoportot összevonnak. Igen. És emiatt ugye egy súlycsoportban egyébként, hogy elmondták itt nekem a szövetségbe, egy súlycsoportban körülbelül 700-800 ember van világranglistán rangsorolva. Igen, de ez olyan, hogy valaki már elindul, nem tudom, például egy óceániai bajnokságon, és akkor, vagy akár csak egy ottani Papua New Guinea-i világranglista pontszerző versenyen, mert egy világranglista pontszerző verseny nagyon sok van egy évben, elindul rajta, és nyer egy meccset, vagy nem is nyer, még az elején még az is kapott pontot, aki csak bemérlegelt egy pontot, két pontot, tehát ugye elenyész a pontot, igen. És ezzel már felkerül automatikusan a listára. Tehát, hogy nyilván ezért vannak ugye nagyon-nagyon sokan. Jó, tehát visszatkanyarod a hozzád, akkor miért nem sikerült kiütnöd? Hát így most tudom. Már, hogy már letisztult hosszú évek alatt. Nem tudom, tehát, hogy erre nem tudom a pontos válaszát, hogy miért nem sikerült. Lehet, hogy túl lett izgulva ez az olimpia dolog, mert tényleg, tehát, hogy tényleg nálunk annyira nehéz, és hogyha valaki nagyon számít rád egy egész ország, úgymond egy szövetség, és saját magadnak is már az a lépcsőfok hiányzik csak, hogy meglegyen, és úgyhogy tudtad, hogy mindig, tehát hogy sikerült már EB-VB-re, már csak ugye olimpia lenne, és tehát hogy így odaállni, az, hát nem tudom, egyszerűen nem tudom megmondani. Nyilván a stressz meg az elvárások, lehet, hogy ezt tudat alatt nem bírtam. És ez így jött ki, hogy nem sikerült. Ez már csak azért is lenne fontos magaddal is tisztázni, mert ugye előbb-utóbb, hogy szó volt róla, a válogatott mellett is fogsz edzősködni. És majd fiatal lányok majd minden szabadat lesni fogják, és elvárják majd azt, hogy segíts nekik úgy, hogy minden eredményesebbek legyenek. Igen. Igen, hát nyilván ki kell tapasztalni, hogy ki milyen típusú ember, valakinél nyilván az lesz a jobb, hogyha folyamatosan beszélünk hozzá, viccelődünk, nyilván van olyan, aki ez ilyenkor nem szabad hozzászólni, tehát hogy ezek nyilván nem egyik napról a másikra fognak menni, hanem éveken keresztül, meg kell őket majd tapasztalni, kinek mi a módi, és ahhoz képest kell majd úgy dolgozni, hogy az sikerüljön. Egyébként te egy jó versenyző típus voltál? Én nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem, meg hogy egyáltalán hát van-e olyan, hogy jó-e vagy rossz. Igen, nagyon egyszerű. Tudod azt, hogy edzéseken miket tudtál megcsinálni, és tudod azt, hogy versenyen, éles küzdelemben, mikor tét van, akkor miket tudsz megcsinálni. Így most nagyon leegyszerűsítve. Hát... Mégis mindig ki tudtad magadból? Nem, inkább mindig a biztosabbra mentem, tehát azokat a technikákat csináltam. Mondjuk én furcsa voltam, mert én úgy gondolom, hogy sosem gondolkoztam meccs közben, tehát hogy nem az volt, hogy akkor jó, akkor ezt rugom, azt rugom, mert tudom, hogy ez kell. Nyilván megvolt az is, de így jött a lábamból. Ösztönből? Igen, mondhatni így, hogy én mindig ösztönből. Vagy improvizáltál? Valami olyasmi, igen, hogy mindig ösztönből küzdöttem és tudtam, vagy hát így jött, ami jött, tehát hogy sosem gondolkodtam. És mondjuk lehet, hogy ez is hiányzott, hogy lehet, hogy néha tényleg gondolkodni kellett volna, hogy összerakni egy küzdelmet. De nem tudom.
Most, hogy meghozta ezt a döntést, mennyi ideig rágódtál ezen? Hát már tavaly, meg tavaly előtt is évvégén mindig volt egy ilyen komolyabb egészségügyi problémám, és ilyenkor mindig nyilván megfordul az ember fejébe, hogy megéri-e. De mindig úgy döntöttem, hogy persze, hogy megéri, mert hát megyünk tovább, úgy mindig volt ugye új motiváció. És utána mindig felépültem, tök jól mentek a dolgok, nagyon jól mentek az edzések, de a versenyek valahogy nem. És igazából idén nyáron volt az, hogy volt egy nagyon jó felkészülés, egy hónapos alapozás, ami szerintem nagyon jól sikerült, és úgy éreztem, hogy már fizikálisan is újra visszatértem. Viszont valamiért, vagyis hát voltunk ugye edzőtáborban Szerbiában, ott sikerült a saját orromat eltörnöm, utána, de még mindezek előtt még nyáron... Te magadnak törted el az orrodat? Igen, lefejeltem a térdemet, és eltörtem az orrcsontomat. De még mindezek előtt nyáron, az első Grand Prix előtt kiment az utazás előtti nap a bokám, akkor bedagadt bokával kellett versenyezzek. Uh-huh. Utána nyáron volt még ez az orrtörés, utána a következő Grand Prix előtt már beteg voltam 2 hetet, akkor kimaradt megint. És ez amúgy nem csak ez a mostani nyár, hanem az elmúlt 1-2 évem így telt, igen, hogy igen. Folyamatosan beteg voltam amúgy. Igen. És folyamatosan ott volt, hogy most folytatod, vagy nem folytatod, mert mindig egy kicsit ma ott lebegett valamiért. Az olimpia után, hogy most igen, merre, utána merre, elkezdtünk években tovább. Gondolkozni. És én úgy gondolom, hogy már ennyi idősen, jó, nem vagyok öreg, de azért mégis, tehát hogy nem vagyok 18 éves már, hanem kicsivel több. És ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy azért nem egy olimpiából áll az élet, tehát hogy azért ott vannak még más dolgok is. Egymagad hoztad meg a döntést, vagy valakik súgtak és segítettek, hogy meghoz ezt a döntést? Hát nyilván a párom segített benne, de ő sportoló? Egymagam. Igen, most már edző már, igen. Tehát akkor meghoztátok-e? Igen. Ezt a döntést. És már akkor tudtad, hogy edzősködni fogsz, vagy már korábban tudtad, mikor dőlt el, hogy mindenképpen maradni akarsz a sportágadban? Szerintem már nagyon régóta, ugyanis én tényleg 7 éves korom óta tekvándozom, és én ebben nőttem föl, nekem úgymond ez a világom, és nem is tudnám nagyon másba elképzelni magam, csak abban, hogy edzősködjem és segítsem azt, amiben én is felnőttem, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog szerintem. Hát, hogy milyen érdekes, mert igazából ugye most az jön ki, hogy nem tudsz meglenni a tekvandó nélkül. Igen. Tehát szereted. Igen. Ugyanakkor, meg ha az elmúlt éveket most visszapörgetjük, olyan volt, mintha neked nyűg lenne most az egész versenyzés, nem egyszer. Tehát valahol furcsa igen, kettőség. Más, tudom, más az jó. Edzőség, meg más versenyzőként odaállni. Tehát, hogy teljesen más. Jó, csak akkor végül is a magas sportágot szereted, csak maga a versenyzés. Maga a sportág szerintem a legjobb sportág mind közül. Uh-huh. Csak ne kelljen versenyezni. Nem az, hogy ne kelljen versenyezni, szerettem versenyezni, csak az a sok lemondás, az a sok teher, az a tényleg már aki ugye azt szokták mondani, hogy az élsport ugye nem egészséges, ez nyilván így van, tehát hogy vannak nyilván hátrányai is, előnyei is, és inkább több hátránya kezdett el már az én életembe eljönni, mint előnye akár, és tényleg tehát az, hogy már megkérdőjeleződött az, hogy egy olimpia ére ennyit, mint más dolog az életben, úgyhogy nekem nem jött össze, viszont nagyon sok szép dolog összejött, úgyhogy nyilván most van hiányérzet, persze, hogy van, ugye az olimpia, de nem mindenkinek sikerül. De nem lesz olyan, hogy bánni fogod döntésedet? Egyelőre nem. Uh-huh. Egyelőre nem. Egy biztos Magyarországon a nők között te vagy a tekvondós. Nagyon sokan követnek, nagyon sokan próbálják a te utadat bejárni.
Mit mondasz egy 7 éves kislánynak, aki tekvondozni akar? Elkezdje? Persze. Hogyne. És hogyan indítanád el az úton? Mit mondanál neki? Mire számítson? Mire számítson? Hát minden jóra. Nem igazából arra, hogy nagyon sok mindenre megtanít, ugye, mint minden más sport, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen szintű küzdősport még több mindenre. Tehát, hogy tényleg, tényleg mindenre is. És egy, szerintem egy nagyon, nagyon szép életút amúgy. Akkor nem bántod meg sehogy? Nem, egyáltalán nem. Akkor jöjjenek a lányok, ugye? Fiatal jöjjenek gyerekek. A lányok és a fiúk is, persze. Tényleg most a lányok többségben vannak, vagy most hogy van? Szerintem, hát most a válogatottban igen. Uh-huh. Igen, a felnőttek között mindenféleképpen többségben vannak. Mert ez minek tudható be? Nem tudom igazából, lehet, hogy az utóbbi pár évben ugye utána, vagy így tényleg az, hogy engem követve látták, uh-huh. hogy a lányoknál így vannak eredmények, uh-huh. és lehet, hogy ezért van több. Tudsz olyanról, aki miattad kezdett el tekvondozni? Hát azt nem tudom, nem. Hogy miattam kezdték. Tehát nem tudsz így konkrétan, tehát nem ment oda még senki így. Nem. Hol fogsz edzősködni? Az egyelőre még nem, még nincs letisztázva, majd januárban fognak eldőlni a dolgok, meg lesznek publikusak, úgyhogy. És akkor most csak úgy vagy? Igen, csak úgy vagyok. Nem, még tartok edzést, még most a hónapban, még az utéban, uh-huh. ugye. És akkor januártól leszel hivatalosan egy klubnál edző, ugye? Ha jól értettem. Igen. És ha jól tudom, mellett a válogatottnál is számítanának a munkádra. Igen. Ez hogy néz ki? Ez a... Nem tudom még pontosan, még ez is majd még januárban fog eldőlni. Uh-huh. Nyilván le kell ülnünk és megbeszélni, hogy ki mit, hogyan szeretne. És hát reméljük, hogy nagyon jó dolgok fognak ebből kijönni. Na én azt hallottam, hogy előbb-utóbb megint utazgatnod kell majd, mint hogy versenyzőkorodban. Mondjuk a Bence viszi a X csapatot, uh-huh. egyik helyre, te meg a másik helyre viszed a többieket. Kell majd valami licensz is állítólag Európai Szövetségtől. Igen, kell. Hogy állsz az edzői papírokkal? Hát ugye van az egyetemem, azt lassacskán befejezem, de van egy edzői tanfolyam, ami május-júniusra már meg is lesz a papírom, tehát uh-huh. most abba vagyok benne igazából, és meg is van az edzői papírom. 2013 volt, vagy 2012 az az év, ami a te éved volt? 12 is, meg 15. Melyik volt? Hát 2012-ben voltam a felnőttebb, én második. Közben még 2014-ben volt még egy egyetemi VB bronzérmem, de uh-huh. 2015-ben volt a világbajnoki bronzérmem. Melyik volt a versenyed? A versenyem? Uh-huh. Több ezer közül ki lehet emelni? Én még a mai napig az U21-es Európa bajnoki aranyamat hozom fel, mert az mégiscsak egy aranyérem volt egy EB-ről. Nekem az nagyon, nagyon emlékezetes volt, de nyilván ugye a felnőtt EB meg a VB érmem az, amire azt mondom, hogy ez igen, úgyhogy ezek. Igen. Számoltad, hogy hány versenyen voltál? Nem számoltam össze. Na ugye hát rengeteg helyről hoztam még érmeket, ugye? Igen. Voltak ezek a G-s versenyek is, ugye? Igen. Hány érmed van? Azt sok. Sem tudod. Nagyon sok, nem tudom. Ez idő után az ember nem is tudja számolni. Nem. 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 Főleg mióta bejöttek ezek a pontrendszerek, ugye, akkor ugye igazából nem is az volt a lényeg, hogy van egy érmem, mutogatom, hanem akkor most hány pontot gyűjtöttem? Tehát az érem az kicsit ilyen háttérbe szorult, ilyen téren. Ha már háttérbe szorult, most hol hagytad abba végül is? A ranglistán hol álltál? Meg nem mondom. 28-9, valahogy így talán. 30, és melyik max, volt a legjobb 30. pozíciód? Ezt sem tudom hirtelen.
Hát most talán mondtad, hogy most messz számít, nem az érem. Tizenvalahányadik, lehet, hogy 12-3, valahogy így, szerintem. Igen. De ez most már a múlt. Ez most már igen. Mit őrzöl meg a versenyzői múltból? Most tárgyra gondolok, ruhára, vagy semmi? Az érmeim a világversenyekről, a ruhám nyilván, az övem, még a védőim is, ki tudja, hát ha be kell állnom egyszer-egyszer segíteni, amúgy ezeket. Beállnál? Szoktam néha, de nyilván nem úgy, hogy az elejétől a végéig, hanem ha olyan helyzet van, hogy valakinek nincs éppen párja, és esetleg küzdelem van, akkor kicsit odaállok, de amúgy nem konkrétan beállok, hanem csak kisegítem. Milyen érdekes, itt van egy fiatal hölgy, és itt már a múltról beszélünk, hogy te voltál a magyar VTF tekvandó nagy egyénisége hölgyeknél. És ugyanakkor, hál' Istennek, a sors úgy néz ki, hogy úgy, mikor te ezt bejelentetted, ugye ebben az évben ugye elindul egy fiatal tehetség a felnőttek között, Patakfabi utcára gondolok, aki ugye korábban említett maximális 40 pontot már be is gyűjtötte ebben az évben, de hát, mint elmondtad, ez sajnos ez még mindig kevés a dicsőséghez, az olimpiai részvételhez, de hát még van még rengeteg verseny. Ő lesz, aki kimondottan a te nyomodba fog majd lépni? Hát reméljük, igen. Igen, a Luca nagyon tehetséges, tényleg nagyon jó adottságai vannak, reméljük, hogy hasonló utat be fog járni, vagy jobbat is, de én még mellé, még amúgy fel tudnám hozni Kopcsik Laurát, ő is ugyanígy egyre jobb, és egyre jobb eredményeket fog szerintem elérni, ő most fog majd felnőttbe felmenni, akkor van még a Füredi Rebeka, ő is nagyon szép eredményeket ér el, úgyhogy itt a lányok terén szerintem lesznek még eredmények, igen. Akkor le is fognak körözni majd valamelyik a három felsorolt lány hát közül? Hát legyen így. Most csak a felnőtt érmekre gondolok, itt a VB-EB éremre. Hát reméljük majd, igen. Mindenkinek ez a célja szerintem. Na most egyelőre tudod, hogy... Hát egyelőre még nem, de... Te neved van legfelül. De van még idejük, úgyhogy még fiatalok. Csak hát nagyon kemény sporták, nagyon sokan vannak. Igen, igen. Igen. De majd izgulsz értük. Hát, sőt, lehet, hogy egy edzőként ott a szem mellettük. Igen. Én tenni fogok arról, hogy minél jobban szerepeljenek. Mm. És nyilván ugye egy edzőnek, főleg egy eredményes edzőnek, akkor van igazán sikere szerintem, hogyha még jobb eredményeket fog tudni elérni ugye a tanítványaival, és ugye van célja, hogy még jobban, még sikeresebbek legyenek. Értem. Persze nem csak a számít nagyon sok minden, de ez egy nagyon jó, szerintem nagyon jó dolog. Zárásként kerek lett végül is a sport pályafutásod? Hát én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy Magyarországon vagyunk, Magyarországon csináljuk a tekvandót, ahhoz képest szerintem nagyon jó eredményeket értem el ugye így az utánpótlás érmekkel, plusz ugye a felnőtt EB, meg a világbajnoki érmemmel. Úgy gondolom, ez nagyon szép. Nyilván ugye az olimpia, ami hiányzott, de hozzá kell tenni, hogy nagyon fiatal a sportágunk, hogy 89 óta van ugye Magyarországon, ugye ez most már VT tekvandó, és ahhoz képest mondom, hogy fiatal, és szerintem ahhoz képest sok eredmény született, sok LBVB-rem. Nyilván nem annyi, amennyi, meg más sportban, az olimpia kicsit hiányos, de mondom, hogy szerintem még fiatal a sport, és... Tehát ha így most mindent így egy lapra teszünk, akkor le tudsz úgy feküdni, hogy tulajdonképpen ennyi volt ebben a történetben, tehát te maximális, ami benne volt, azt kihoztad. Hát igazából igen. Tehát de lehet így zárni, hogy ez így volt megírva, ebbe igen, ennyi volt. Igen, hát igen. Azért is, mert kis ország, nem régóta van ez a sportág itt nálunk, stb. Igen. Tehát mindent összerakva
ez volt a csúcs, amit most ki lehetett hozni. Hát ebben ennyi volt, igen. Igen. Semmi gond, majd most edzök ki, majd olimpiai bajnokot fogsz majd nevelni. Hát reméljük. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor köszönöm. A kedves nézőknek még eláruljuk azt, hogy Edina után majd a jövő versenyzőjét, Patakfalvi Lucát is majd meghallgatják, megnézhetik majd hamarosan itt a 6-os csatornán, a Dino Sportiradóban. További sportosat!